Véget ért egy év, 2013 igen sűrű év volt számunkra, gyerekek. Sziasztok, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis visszaemlékezés újaknak és régieknek. És itt megragadom az alkalmat helyből kiemelni az egyik legfontosabb dolgot, amit én észrevettem így 2013-ra, így a végére, és az pedig az, hogy kialakult egy tényleges nézőkör. Az a, hogy úgy mondjam, az a körülbelül 1000-1500 ember, aki folyamatosan követ engem, és ezek közül az az 500-as réteg, hogy úgy mondjam, aki már az eleje óta együtt van velem. Tegye fel a kezét az, aki együtt van velem úgy az eleje óta, így, úgy tényleg, és már, és elmondhatom magunkról, ugye, hogy jóban és rosszban ott voltatok. Volt, amikor lent volt a csatornán, és volt, amikor fent volt nagyon, és ti végig ott voltatok. Tegye fel a kezét az, aki már egy jó ideje követ engem, és szinte már az eleje óta ott van, és látni fogom, hogy ki az, mert hogy hát a YouTube Analytics-nak van egy ilyen kis része, ahol megnézheted azt, hogy kik azok, akik a legtöbb aktivitást mutatják a csatornádon, de tudom, hogy vannak olyanok, akik nem mutatnak aktivitást a csatornán, de viszont követik ezt a csatornát, és régóta nézik a videókat, mert sokan írtok rám úgy, hogy néma követője vagyok a csatornádnak, és végre írtok, és tudom, hogy vagytok sokan olyanok, de vagytok olyanok, akik tényleges aktivitást mutatok a csatornádon már az eleje óta, és szinte már lassan elkezdem megjegyezni a neveteket, de tényleg, és nagy öröm számomra, ez így alakult. No, de mi történt 2013-ban, kérem szépen? Az első komoly lépés, vagy úgy mondjam, a csatorna életében és az én életemben is az, hogy ugye kiköltöztem Angliába, és véget ért egy korszak az életemben, hogy úgy mondjam, és nagyon-nagyon gondolkodtam akkoriban, hogy mi legyen a csatorna sorsa, és mielőtt kirepültem Angliába, pont akkor feltöltöttem 3 videót, még pontosan aznap, és gyakorlatilag az a 3 videó döntött róla, hogy legyen, és hogy mind alakuljon a csatorna élete. Ezek MB3 videók voltak, és amikor kijöttem, és láttam, milyen pozitív fogadtatás érte a videókat, akkor döntöttem úgy, hogy jó, nem hagyom abba a videózást, megpróbálok csinálni új videókat és hozni. Pedig azt kell, hogy mondjam, azért egy új országba, egy új életet elindítani. Gyerekek, megvolt a maga kínszenvedés, de és mindemellett csináltam a videókat egyébként. Eléggé érdekes volt, hogy úgy mondjam. Ugye itt el lehet mondani már, hogy 2016-ban kezdett el kialakulni a csatornámnak az arcképe. Úgyhogy elkezdtem elindulni azon az úton, hogy igyekezzem egy másféle úton megközelíteni a Call of Duty-t, illetve hát a játékot, mint magát, hogy egy másik nézőpontot adjak, és így születtek meg MB3-ról, ugye anno a Gamer Life 1-2, félelem és félelem nélküli játék, és ez volt az a sorozat, ami elindított, azt hiszem sokak érdeklődését felkeltette, hogy tényleg máshonnan közelítem meg a tényeket. És aki nem tudja, hogy miről beszélek, az újaknak, ugorjatok el a csatornámra, és nézzétek meg ezeket a videókat. Ekkoriban még, hogy mondjam, másfajta volt a hangom is, a kommentár is, kicsit más volt a, hogy úgy mondjam, kezdő voltam. Na, ugye, igen, ezt el lehet mondani, hogy kezdő voltam, de viszont a videók maguk nagyon jó mondani, valóban rendelkeznek és érdekesek igazából, szóval, de itt már azért 2013 eleje, közepe felé, ugye szeptemberben jött ki a Black Ops 2, akkor már én már elkezdtem elbúcsúzni MI3-tól is, Black Ops 2 vette hát az uralmat, és itt mondhatnám ugye, hogy a csatorna egy, hogy úgy mondjam, egy lentebbi ívet vett, mert ugye Black Ops 2 csak laptop, és nagyon-nagyon nem ment a játék, mert nem bírta jól a laptop, és amúgy sem volt az egyik kedvenc Call of Duty-m, de nem adtam föl azért, mert ti kértétek, hogy ne adjam föl tulajdonképpen, és mégis elkezdtem megcsinálni a videókat, és megalakult az egyik megalapozója sorozat a csatornámnak, az pedig a Gamer Pszichológia, aki szintén nem tudja, miről beszélek, ugorjatok el a csatornámra, és nézzétek meg, megtaláljátok ott a sorozatokat. Ugye a Gamer Pszichológia egy olyan szemszögből közelíti meg a játékot, amire nem is gondolnánk, hogy szükséges, vagy túl egyértelmű már, hogy arra gondoljunk, hogy szükséges arra, hogy tényleg
figyelni kell a játékra egy ilyen szempontból is, pedig kell. És a gamer pszichológiát összevontam az MV3-as e-féle elbeszélésekkel, és így megalakult az egyik legfőbb lejátszó lista, hogy úgy mondjam, azzal kapcsolatban, hogy hogyan vélekedem, és milyen nézőpontban nézem én a játékokat, és úgy nézem, hogy ez töretlen népszerűségre akadt idővel ez a műsor. De nem csak ez volt ám 2013-ban, ugye kijött a Dead Space 3-mal, ugye Maverick barátommal, őt már régóta ismeritek, egyik legrégebbi barátom, és játékos, és gamer, és klántársam, és minden. Minden, ővel együtt játszottunk, Dead Space 3-ot ökörködtünk, játszottunk, az is eljutott egy pár részig. Mass Effect 3-mal is foglalkoztam egy keveset, bár ezek a videók Amazon népszerűségnek nem tudtak örvendeni valami oknál fogva, pedig nem csak Call of Duty-val játszom, hanem egy csomó másik játékkal, amit ti igazából nem is láttok, és nem is kerülnek fel YouTube-ra, bár szeretném, hogyha felkerülnének, ugye, és jó lenne, ha fölkerül, illetve nagyobb érdeklődés lenne ezzel kapcsolatban. De ami a legfontosabb még esemény 2013-ban az, hogy meglett az új számítógép, összespóroltam rá a pénzt, és megvettem az új gépet, hogy úgy mondjam, egy ilyen felső kategória eleje című számítógép, és végre-végre egy magasabb tartományban is tudtam játszani a játékokkal, olyanokkal, mint például a Far Cry 3, vagy éppenséggel Battlefield 3, ami kérem szépen, és hihetetlenül köszönöm, és hálás vagyok érte, ajándék volt kérem szépen feliratkozótól. Battlefield 3-ot ajándékba kaptam, ez egyik kedves feliratkozómtól. És ugye később megjelent a Battlefield 4, amivel jövőben is tervezek műsorokat, ezt így előjáróban ennyit elmondok. Nektek elindult egy aféle sorozat, hogy Nekrovat, ugye? Lord Gaming kollégától kaptam az ötletet. Itt igazából kérdéseket rakhattatok föl nekem, és ezt a sorozatot szeretném újraéleszteni, ha rajtatok áll. Kérdéseket raktatok föl nekem, én pedig válaszoltam rá. Itt jobban megismerhettetek engem. Az az igazság. És itt kezdtem el észrevenni azokat az embereket, akik igazán követnek engem. Szóval ez volt az, ahol igazán személyesebb véleményeket tudtam megformálni a dolgokról. És hogyha már itt tartunk, hogy személyesebb vélemények, ugye ki nem emlékezne a Vérpisti videókra? Hát, hogy úgy mondjam, mondhatnám, hogy egy sötét folt volt az életemben, de kellett. Kellett igazából, hogy indult el ez a Vérpistis folyamat, ugye Tibi kolléga kedves, ő már vele nagyon jóba vagyunk azóta, és átbeszéltük ezeket a dolgokat, de akkor is szükség volt erre a Vérpistis sorozatra, nem esett jól megcsinálni, de kellett, hogy úgy mondjam, de elképesztően szomorú voltam egy másik pillanatban, mert hihetetlen népszerűségnek örventek ezek a videók. Miért? Nem tudom. Na mindegy, többet nem is nagyon pazarolnék szót ezekre a videókra, sajnos rosszak lettek, de ez volt az a része, ahogy úgy mondjam, hogy elvált, hogy ki az, aki tényleg azért néz engem, mert jók a videók. Nos, ugye Vérpistis videók, van még a csatornámon, akinek kedve van, jump oda, és szeretne egy kicsit nosztalgiázni egy MV2 Code 4, amiről még mindig tervezek videókat, valószínűleg fognak feljönni, csak ritkábban igazából, de meg tudjátok nézni annó, hogy Code 4-eztem vagy MV2-eztem, mert akadnak azért videók erről is. Nos, hogy túlestünk ugye a Gamer Pszichológus sorozaton, végre megjött a Call of Duty Ghost, mint 2013 év végére, és megalkottam kérem szépen a Gamer Pszichológia második részét, hogy úgy mondjam, a második évadot, ahol még összefoglalóban, még érthetőbben és jobban igyekeztem kihozni mindazt, ami kellhet ahhoz, hogy jobban értsétek a játékot, jobban megtaláljátok önmagatokat játékban, nem csak játékban, és azt hiszem, hogy úgy mondjam, ezzel letettem egy olyan videósorozatot, amiből én igazán kimondtam magamból azt, amit gondolok, ami az évek során felgyülemlett bennem multiplayerben, amiket tapasztaltam, és igyekeztem csinálni, és ezzel egyhuzamban elindítottam ugye a fizikai részét is, a hogyan játszunk jobbannak, ami hát még mindig nem arról szól, hogy jobbra fordulj ezen a pályán, és ott lőjél, hanem
általános tippek arról, hogy hogyan kezdjél el, vagy mire figyeljél játékkal kapcsolatban, mint például ugye hangok, vagy éppen hang nélküli játszás, reakcióidőt hogyan csökkentsünk egérrel, vagy sniper módszerek, vagy hogyan szokjuk meg az új játékot, hogyan tanuljuk meg a pályát, stb. Stb. Egy ilyen rész is elindult a sorozatban, szóval ez már itt vagyunk 2013 év vége felé, kérem szépen, és nagyjából túl is voltunk, ugye, hogy mennyi minden történt meg azért. Kijöttem Angliában, nem hagytam abba a videózást, kialakult egy komoly, kemény néző réteg, és összeállt a csatornakép, hogy úgy mondjam, a Gamer Pszichológia néven, sorozat néven. Kijött a, elbúcsúztunk MV3-tól, megalakult a Necrovald, van nosztalgiás rész, MV2 Code 4, Black Ops 2, ahol igazán megszenvedtem a videókért igazából, és hogy egy normálisabb játékot tudjak elhozni, és kibeszéljem magamból, amit szeretnék, és még ott is követtetek, és kitartottatok. És ugye kijött a Call of Duty Ghost, elindult a Gamer Pszichológia 2, elindult a Hogyan ismerkedjünk meg a játékkal magával sorozat, és egyre jobban kialakult egy olyan csatornakép, amit ti, igazából ti motiváltatok, ti alakítottatok, a ti sugallataitokra csinálom igazából az összes videót. Na most, ennyi lett volna 2013. Itt a videó végén találtok rengeteg linket. Találtok linket a csatornámra, és találtok linket olyan videókhoz, amiket érdemes meghallgatni, amelyek egy kicsit jobban oda vezetnek hozzám, hogy engem megismerjetek. Ez szóljon az újaknak, akik megtalálják ezt a videót. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk 2014-ben új műsorokkal és régiekkel is, és ja, várom. Várom, és kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni a csatorna. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok, boldog új évet!